Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, Vákos Ligetről. Érdekes, hogy ezen az állomáson már jártam egy másik videóban még évelején, de azóta történt itt egy más, még elkezdték felújítani a 80-as vonalat, és akkor mindjárt mutatok nektek valamit. Az állomás, és itt a felvételi épület, és nem tudom, feltűnt-e, hogy innen hiányzik valami. Bizony, itt volt egy gyalogos felüljáró, amit még végigmentem akkor, mikor először voltam itt kint videózni. És itt akkor is elég nagy tárpótát, azt láttátok, hogy majdnem adattam is, pedig beszakadt meg, össze-vissza. Le is volt már zárva több mint 10 vagy 15 éve is talán már. Hát ezt most elbontották. Így ez a felújításnál eltűnt, hát a felvételi épület az megvan. Azt meghagyták még mindegy, és itt már az egyik új peron is készen van. Ennyi változás történt. És itt mutatom, hogy csak egy vágányon van most közlekedés. Mert éppen zajlik a felújítás, tehát ez a vágány ez már új. És ez viszont fel van szedve. Na, közben jön egy busz. Menjél. 98-as. Jó, de nem. Tehát itt arra itt Pécel fele fel van szedve a másik vágány, azon most dolgoznak. Itt volt egyébként a másik peron, de ez már eltűnt, és már ott is munkagép dolgozik, de a felvételi épület az még megvan, és szerintem a Bizbert fogják beletelepíteni a felvételi épületbe. Hát itt más nem történt. Hát itt valószínűleg itt a kábelezési munkák meg hasonlók vannak. Viszont majd el fogok sétálni ott Vákos keresztül fel, és megmutatom olyan, hogy épült egy új, vagy épült egy kitérő, tehát itt tudnak fel ezért átmenni a helyes vágányra, vagy a helytelen a vonatok. És kiadtak még ide egy egyszerű kis tájékoztatást, hogy csak az új peronra indulnak vonatok, nyilván mert egy vágányos közlekedés van. És amott ott hátré van egy forgalmi kitérő beépítve, ami meg fogod adni a felújítás után is. És akkor ez már az új peron lenne. Szokásos egyen a viakolor, vezetősáv, és pirosra jelölve az elsodrási határ. Tehát ez manapság már, hogyha valahova SK+ 50-es peront építenek, az mindegyik ugyanígy néz ki. Ez már így szabvány lett a MÁV-nál, minden felújításnál mindenhol ilyen épül ki. Ez pedig már egy új felsővezeté tartó oszlop. Azt hiszem erről beszélt volna a Becski András egy videójában a 103-as vonalon, hogy most ezekből is már ezeket a horganyzottakat rakják ki. Legalábbis ahol ilyen rácsos vasoszlopokat raknak ki, és nem vasbeton, ilyen az a, hogy is mondják, az a henger alakú, ilyen pörgetett betonoszlopok, mert mostában, hogy észrevettem még mondjuk a Békéscsabai vonal felújításánál, nyílt pályákon, inkább már azt teszik ki. Hát biztos van neki valami gyakorlati oka, vagy jelentő, de például a kettes vonalon is, a villamosodottak, ott is főleg ez az a fajta oszlop van. Hát nem tudom, valami jelentősége biztos van neki, hogy miért pont ezt, vagy miért pont az, vagy hogy hova mit szabad rakni. Kicsit visszanézve az állomásra, ugye most egy vágányon van forgalom, vasúti átjáró az ugyanúgy működik tovább, hát ugye sodompó fenn van, most nem jön vonat, és itt vannak már a másik páromhoz az elemek is, és ott már építik is be, tehát nyilván ezek vannak itt a szélen, ez ugyanazok a betondarabok, ugye a viakolót meg majd később rakják le. De egyébként ott, azból mutatom, hogy látszik is ott a munkagép, ott amikor a földmunkát végzik, dolgozik, és ott már egy sorba le is vannak ezek rakva. És hát itt van maga a tájékoztató tábla, az ajló átépítés, ugye nyilván most első körben a Budapest 60 vonal lesz kiépítve, szokásos, teljes korszerűsítés, LTC2 vonat befolyásoló. Viszont ami kimaradt a projektból és sajnálatos, meg az előre mutató lett volna, hogy az oké, hogy itt Rákosligeten beépítették a kitérőt, hogy itt legyen még egy plusz kitérési lehetőség, viszont Rákostól egészen Rákosligetig ott van az a harmadik vágány, ami a régi nyomvonal volt, és iparvágányként most is megvan, hogy azt be lehetett volna kötni a Bizbertbe, és akkor lett volna egy három vágányos szakasz Rákosligetig, ahol lehetett volna például tehervonatokat kiküldeni, vagy akár előszetni az áthaladó személy, vagy a gyors vonatokat például. Tehát, vagy az Intercity-k mehettek volna ott, nem feltartva a mindenhol megálló személyeket, de ez sajnos kimaradt, mert úgy látom, hogy ahhoz a vágányhoz nem nyúltak, és végül is nem is lesz benne a projektben, mert most legutóbb már az információim azok. Erről jöttünk, oda van Ákosti, már forgalmi kitérő, és
A második vágány eddig van. És ott van a háttérben a vágány kapcsolat, amit most építettek be ide. Na, ott meg mi történik. És hát itt el, itt van az új váltó, az ország 80-as kitérő lett. És ugye eddig tart a két vágányos pálya, onnastól már egy vágányos lesz. Hát valószínűleg egy ilyen hasonló kitérő lesz, mint ami például a 100-as vonalon van, majd laposnál vagy két pónál. Hát majd meg fogjuk nézni azt is egy kicsit közelebbről. Hát igen, itt lenne a kitérő. Ugye ott látszik a kitérő vágány, most jelenleg erről a vágányról ott tud átmenni arra az egyre, amelyik működik. És ott volt kint a vödös négyzet is, ami a vágányvédelmi jelentéket, ott a 276E az jár erre. Hazafele nekem mondjuk jó is lesz. És itt van a másik. És valahol itt élt véget korábban a régi nyomvonal, és hát akkor már iparvágány. Hát majd azt megnézem, mennyi maradt meg belőle. Arról, amikor korábban már töltöttem fel videót, mikor végig sétáltam. Valahol itt volt akkor vége a gazdba. Hát meglátjuk. És egyébként itt vannak az új váltók. Indultak meg. Hát mi van, ezek már modernek. Itt váltófűtés, mindenben van építve. És ezt jelenleg is használják. Csak egy picivel jöttem arrébb, de látjátok, itt van még egy kitérő, innen oda. Ami azért is jó, meg azért is mutatom meg nektek, mert újabban szokás féltökű állomásokat csinálni. Ez ebből értelmetlen spódolás. De itt szerencsére nem az volt, tehát itt van rendesen még egy kitérő, tehát oda-vissza mindkét vágányból, mindkét irányból megvan a kapcsolat, és ez jó. Mert rengeteg, tehát most tudok én is olyan felújításról, például mondom a 100-as vonal, csak azért emlegetem mindig a 100-as, mert az azon közlekedek a legtöbbször, és már több mint 10 éve rendszeresen járok rajta, és tudom, hogy milyen volt előtte, meg utána, utána felújították. És ott több állomás is volt, ahol ugyanúgy meg volt rendes vágány kapcsolat, mert régebben nem sajnáltak erre még plusz két váltót. És meg volt, és aztán ugyan nem, egy átépítés után meg rendesen lett féltökű, tehát hogy egyik vagy másik végén ők is spórolták ezt a 1 plusz kitérőpárt, aminek szerintem most sok értelme nincsen, mert most egy több milliárdos projekt, tehát itt 10 meg 100 milliárdok mennek el egy ilyen átépítésre, főleg egy ilyen faltól falig felújításra, egy ilyen 30 km-re, és most nem az a pár 100 000 forint, a mérvadóan be az a két váltóba építése kerül. Na, közben ott van egy fölött. Most benne áll a megállóba, hát meg valami közel. És eddig ez a konténerépület se volt itt. Ez is egy új építmény, és szerintem ez csak idéglenes, valószínűleg a forgalmi irodát költöztették át. Idéglenesen, vagy hát innen a váltókat kezelgetik innen helyből. És szerintem arra van itt valami. De nyilván ez, hogyha a felújítás elkészül, akkor ez eltűnik innen, és a felvételi épület azért maradt meg a régi, mert onnan fogják ezt majd kezelni. Sőt, az a valószínű inkább, hogy tárkezelt lesz, és nem is kell majd állandóan helyszíni jelenlét. Ha meg mégis, akkor megoldják a forgalmi irodán belül. Ez pedig itt már a depó, mint látjátok. Ezek a régi betonaljak, amiket kioperáltak a pályából. De ezek még nincsenek rossz állapotban, ezeket még valószínűleg be lehet építeni mellékvonalba, vagy hát rosszabb állapotban lévő pályába is. Remélhetőleg ez is lesz a sorsuk. Mert rengeteg vonal van az országban, amire ráférne. És egyébként itt volt régebben annak a vágánynak a vége. Itt. Még egészen odáig megvolt. Tehát így, ahogy látszik, itt fel is szedték, hát odáig egészen megvolt. Vége, és ez már az a rész, amihez nem nyúltak. Felújítás az onnan kezdődött.
közben megérkeztünk megint ide. És itt van a keresztúri átjárva. És ahogy látom, a régi Rákos keresztúri állomás évet is elbontották. Na, akkor eljön majd, szerintem lesz egy külön videóm.